Ez a Pápavárosi Televízió híradója csütörtökön. Köszöntöm Önöket! Térburkoló tanfolyam zajlik hátrányos helyzetben élők számára Rigó lakótelephez kapcsolódó pályázati projekt keretében. Több mint 10 vesznek részt a képzésen, mely vizsgával fog zárulni a résztvevők számára. A Komplex Humán Szolgáltatások Pápaváros Szegregátumi Település részén című pályázati projekt keretében többféle képzést tartottak már a hátrányos helyzetben élők számára, és most is zajlik több tanfolyam. A nemrég átadott Cserhály Szolgáltatóház mellett a térkövezést tanulják 12-en. A jelentkező kiválasztása a hátrányos helyzetű hosszú távon munkanélküliek, jövedelem nélküliek köréből került ki. Természetesen maximálisan figyelembe az önkéntességet. A jelentkezők kiválasztásában részt vett a Tűr István Képző és Kutatóintézmény, a szakmai csoport és Pápaváros önkormányzata, a továbbfoglalkoztatásban pedig a másik konzorciumi partner, a Munkaügyi Központ vesz részt. 120 elméleti és 180 gyakorlati órából áll a térburkoló képzés. A tanfolyam kiválóan illeszkedik a projektbe, hiszen a résztvevők számára nagyon hasznos lehet. Itt olyan tudásra, szakmai ismeretekre tehetnek szert, amellyel a munkaerőpiacon akár el is tudnak majd helyezkedni. Akár városi, akár önkormányzati, akár versenyszférában működő cégeknél, vállalkozásoknál munkahelyet tudnak maguknak szerezni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része a képzési fejezetének ennek a projektnek. Ezen kívül azt gondolom, hogy a képzések segítenek abban is, hogy megértsék a résztvevők a munkának a lényegét, megértsék azt, hogy ezzel a munkával a saját környezetüket szépíthetik. Én azt gondolom, hogy ezzel összességében az ő igényességük, talán felfogásuk is megváltozhat, és sikerrel tudnak kilépni abból a helyzetből, amelyben jelenleg találhatók. Azért gondoltam arra, hogy erre a képzésre jelentkezem, mert nagyobb munkalehetőséget láttam benne, fantáziát, végül is a munka véget. Reménykedem abban, hogy munkát fogok majd ebből találni, és akkor ebből majd meg fogok tudni élni. El tudom majd tartani a családomat. És hogy, hiszen ez a térkövezés azért egy férfi munka, hogy mégis vállalkozott erre? Hát igen, férfi munka, de nem nehéz. Ezt ugyanúgy egy nő is meg tudja csinálni. Szóval nem nehéz. A térburkoló képzés április 27-én ér véget. A tanfolyam résztvevőinek vizsgát is kell tenniük. Ülést tartott tegnap délután a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Városháza kis termében több napi rendet is tárgyaltak. Többek között az idei Német Nemzetiségi Napról is döntött a Nemzetiségi Testület. A napirendek elfogadását követően a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót fogadták el a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai. Ezután a vegyes ügyek tárgyalása következett, mely napirend keretében arról tanácskoztak, az idei esztendőben mikor, milyen formában, milyen tartalommal rendezzék meg a Német Nemzetiségi Napot. 2015-ben két napon át fog tartani a rendezvény, melynek időpontja szeptember 25-e és 26-a lesz. A program megvalósítására az emberi erőforrás kezelőhöz benyújtott pályázaton 100 000 forintot nyert a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Szeptemberben fogja ünnepelni a Munkácsi Iskola a német tagozat 15 éves fennállását. A jubileumi programokat a Pápai Német Önkormányzat is támogatni fogja, döntöttek a nemzetiségi képviselők a tegnapi ülésen. A 26. Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválra a regionális fordulók után 21 magyarországi és 6 határon túli csoport jutott be. Az országos gála fellépői között ott van a Vörös Iskola Picit Nem Árt színjátszó csoportja is. A múlt héten megrendezett Észak-Dunántúli regionális találkozón ott volt a felsősökből álló Komáromi Sándor vezette Nem Árt és Horvátné Árvai Mária Picit Nem Ártosai.
A regionális fordulóból a Picit nem árt bekerült az országos gálára, ahol Leanyó című újra gondolt mesével. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, ugye nekünk nincs megírt forgatókönyvünk, és picit benne van a pakliban az, hogy akkor éppen milyen lelki állapotban vannak, mennyire fáradtak, hogy tudnak improvizálni. De úgy látszik, hogy őket ez nagyon motiválja, mert nagyon jó játékot játszottak. A zsűri értékelte, hogy a klasszikus mesét egy keretjátékba illesztve adták elő a gyerekek. A keretjáték a testvérféltékenységről szólt. Az anya álmodja bele a két gyerekét végül is a mesébe, és a végén hát nálunk happy end van, mert hogy anya rájön arra, hogy mind a kettővel egyformán kellene bánni. És ez nagyon tetszett a zsűrinek, azt mondta, hogy példaértékű, tanítandó, meg a gyerekek játéka is. A Picit nem árt tagjai most másodikosok. Tavaly is ott voltak, és idén is ott lesznek az országos fesztivál legjobbjai közt. Ilyen életkorú csoport csak mutatóban van az országos gálán, s az, hogy két egymást követő évben is felléphetnek, őket is, és Horvátné Árvai Máriát is dicséri. A gála június 5-én és 6-án lesz Szekszárdon. Kisgyermek korában mozdonyvezetőnek készült, aztán középiskolásként már érezte az elhívást a lelkészi szolgálatra, így teológiára jelentkezett. Lelkészi munkáját a balatonalmádi Balatonfüszfői gyülekezetben kezdte, és bár 2009-ben a Dunántúli Református Egyházkerület püspökévé választották, 2014-ben pedig ismét ő lett az egyházkerület első embere. A lelkészi hivatással nem hagyott fel, ma is Almádiban szolgál. Steinbach József püspök többek között ezt is elárulta életéről a Kiliáni beszélgetések májusi vendégeként. A kötetlen beszélgetés összejövetel idei évadának utolsó rendezvénye volt a tegnapi. Évfolyamtársaihoz képest idősebben kezdte a teológiát, hiszen érettségi után 2 évig dolgozott, majd sorkatonai szolgálatát teljesítette. A teológia után pedig a Balatonalmádi Balatonfüszfői gyülekezetbe került lelkészként. A Balatonalmádi Balatonfüszfői gyülekezetbe szolgálok most már 25 éve, pápai teológián tanítok 15 éve, vagy 16 talán, és közben kaptam olyan egyházi tisztségeket, amelyeket próbáltam alázattal, de a tudásom legjobb szerint végezni. És amikor Márkus püspök úr, az elődöm, hivatali elődöm a püspöki tisztet letette, jelölt lettem, és így most már második ciklust tölthetem a püspöki szolgálatban. Steinbach József munkáját őszinte szolgálatnak tekinti, és úgy véli, ha valaki több ember felett kap lehetőséget, ugyanígy szolgálatként kellene megélnie. Lelkészi püspöki tevékenységében a keresztény evangélium átadását tartja a legfontosabbnak. Egy ruhanó világban nagyon sok bizonytalanságot tapasztalunk, nagyon sok kérdés van bennünk a mai emberében is, miközben nagyon sok válságot él meg a mai emberem. Én nagyon sok emberi sorsot ismerek, és egyen-egyenként, de ugyanakkor az egyház és a társadalom számára is hirdetni azt, hogy van megváltás, van megoldás, amit Isten odaadott nekünk. Az ember hiába erőlködik, egy határon túl elfogynak az emberi lehetőségek, és ott kell az élő Isten bevetett hit, az egyetlen kapaszkodó. A püspök remek stílusú önvallomásában számos érdekességet megosztott életéről a hallgatósággal. Többek között azt is elmesélte, hogy a rengeteg tennivaló milyen áldozatokkal jár. Ugyan a püspökség nagyon sok mindent elvett tőlem, hiszen én korábban naponta 10 kilométereket futottam, maratonokat futottam. Sajnos nagyon sok kiló rám jött, mert egyszerűen nincs idő semmire, erről beszéltünk az előbb, de remélem, hogy majd ez az idő visszajön, és akkor közösségbe futni, beszélgetni, együtt lenni egy rendkívül nagy élmény. És az igazi beszélgetések ezekben a baráti, spontán kapcsolatokban keletkeznek, ahol sokszor észre sem vesszük, hogy a nagy isteni kérdésekig is eljutunk. Nagy isteni kérdések a kiliáni beszélgetésen is szóba kerültek, és Steinbach József püspök határozottan, lelkeket megérintően beszélt a hit fontosságáról, tartalmas útravalót adva ezzel a jelenlévőknek. A Tarci Lajos Általános Iskola elődintézményének volt rajztanára Bíró Károly. Az intézmény a művésztanár emlékét rajzversennyel is őrzi, melyet felső tagozatosok számára szerveznek évek óta. Idén a téma az Eszterházi kastély volt. Az idei volt az 5. rajzverseny, s második alkalommal külső helyszínt választottak a szervezők.
A diákok a megszokott rajzórai tantermi keretektől eltérő környezetben alkothattak, az Eszterházi kastélyt örökítették meg. A külső helyszínnel Bíró Károly emléke előtt is tisztelegtek a szervezők, hisz pápa festője is sok szép városrészletet megörökített. Tavaly volt egy kiállításunk az iskolában, és ott volt szerencsém találkozni több volt tanítvánnyal, és mesélték nagyon jó emlékekkel a tanár úrról, hogy tanítás után fogta a vásznát, fogta az állványát, ecseteit, felszerelését, és járta a várost, és az éppen aktuális életképeket vagy építkezéseket mind megelevenítette a városról. Az 5.-6. színes, a 7.-8. grafikus technikával kellett dolgozniuk. A téma az Eszterházi kastély volt. Ezen belül pontos beállítást a gyerekeknek nem adtunk, megadtuk nekik azt az alkotói szabadságot, hogy a nagy templom háta mögötti téren, térrészen a széküket, illetve a festő táblájukat oda helyezzék, ahol nekik a legkényelmesebb, ahol szerintük a lehető legkifejezőbben lehet egy képet alkotni az megújult Eszterházi kastélyról. A járás 7 iskolájából 25 diák jelentkezett a versenyre. Mint mondták, tetszett nekik a feladat, s az, hogy szabadban alkothattak, bár nem volt könnyű lerajzolni, vagy épp megfesteni az Eszterházi kastélyt. Nagyon részletes, nagyon szépen meg van tervezve, de nagyon részletes, és ezért festeni nagyon nehéz. A zsűri elnöke Mező Lászlóné volt, tagjai a diákokat kísérő rajztanárok. Az 5.-6. osztályosoknál a Szent Istvános Fekete Máté Sándor, a 7.-8. pedig a mezőlaki Bata Viktória lett az első helyezett. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban számos aktív kisközösség működik. Működésükben hagyomány, hogy az évadot kiállítással zárják. A színházépület emeleti előterében 9 kisközösség bemutatkozó anyagából nyílt tárlat tegnap délután. Bognárné Novák Ilona, a IMSK megbízott vezetője köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, a kisközösségek fontos egységei az intézménynek, olyan csoportok, melyek tagjait a kreativitás, a hasznosan eltöltött idő és az összetartozás érzése is gazdagít. A kiállítást dr. Herman István, a Városi Könyvtár igazgatója nyitotta meg, aki beszédében a kultúra fontosságát hangsúlyozta, s ennek kapcsán szólt a kis közösségek teremtő, formáló erejéről is. A közös cselekvés erősíti a közösséget. Ha az egyének érzik, hogy fontosak, hogy hasznosak, hogy szükség van rájuk, akkor nő az önbecsülésük, javul testi, lelki egészségük, egész életminőségük. Minél többen fedezzék fel kreativitásukat, gyakorolják alkotó képességeiket, találják meg a nekik leginkább megfelelő önkifejezési formát. Tanácsolta dr. Herman István, aki részletesen szólt a kiállításról. 9 kis közösség mutatkozik be a tárlaton. Így például az 1979 óta működő Várostörténeti Honismereti Kör, a Sámán Makett Klub és a Horváth Lajos vezette ifjúsági képzőművészkör is, mely a legrégebbi közössége a művelődési háznak. Az éremgyűjtők gazdag sajtóanyagukból és dél-amerikai pénzekből állítottak össze 2 tárlót. A 12-es színkör tagjainak alkotásai pedig a lépcsőfordulóban és a feljáróban láthatók. A Foltvarró Klub tagjai is kiállították szemedgyönyörködtető munkáikat. A kertbarátok fotókkal készültek a tárlatra, de anyagukban látható szőlőprés és daráló is. A bélyeggyűjtők tematikus blokkokat állítottak ki, a bakancsosok pedig fényképek segítségével idézték fel túráikat. A kis közösségek kiállítása június 7-éig látható a színház épület emeleti előterében. Holnap is csapadékos időre számíthatunk, részletek az időjárásról most híreink után. Pénteken is többfelé várható eső, zápor, főként délen és keleten zivatar is kialakulhat. Többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt a nyugati és keleti, délkeleti tájak között. Keleten lesz melegebb, ott 25-29, a nyugati megyékben 13-24 fok között alakul a hőmérséklet. Északa 13 és 17 fok várható. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!